A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. A mai műsorba három kiváló iskolaigazgatót hívtam. Azt hiszem, hogy velük még nem találkoztunk ilyen formában, viszont azért a híradásaink során ők is néha középpontba kerülnek, és nagyon fontos, hogy foglalkozzunk a város általános iskoláival. Főleg azért is, mert nem sokára a most óvodások, akik iskolába mennek, is sorra kerülnek, hogy intézményt választanak, úgyhogy szerintem ebben is tudnak ők a mai napon segíteni nekünk. Úgyhogy nagyon szeretném, hogy megismerjék vendégeimet. Elsőként Csimáné Kis Ilonát, a Táncsics Mihály Általános Iskola vezetőjét. Köszöntelek! Én is köszöntöm a nézőket! Nagy öröm, hogy itt van velünk Sándorfi Gergely, a Bori Jenő Általános Iskola igazgatója is. Köszönöm és köszöntök mindenkit. És itt van velünk a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola igazgatója, Rácznék Kálmán Anikó is. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm szépen a meghívást. Hogyha szabad a nézőknek egy kis kulisszatitkot elárulnom, akkor nekem ez egy különös adás, hiszen a Bori Jenő Általános Iskolába jártam, és hát annak idején Gergő bácsinak szólítottunk, ugye, hát néha-néha helyettesítő tanárom volt, nem volt testnevelő tanárom, de azért néha találkoztunk, és vannak emlékeim, úgyhogy majd még a műsor végén szerintem visszatérek egy általam jellegzetes emlékre, bár abban nem tudom, hogy mennyire volt részed, de szerintem nagyon sok ilyen pillanat van így az életünkben. Most a műsorunk elején azt szeretném, hogy egy kicsit meséljetek az iskolátokról, hiszen mindegyik egy nagyon-nagyon régen működő intézmény a városban, és nagyon-nagyon kedveltek is ezek az iskolák. Akkor talán kezdjük a Táncsics Mihály Gimnázium, illetve általános iskolával. Köszönöm. A Táncsics Mihály általános iskolát 1927-ben alapították, tehát a egyik legrégebbi intézmény, és hát sok átalakítás után nyerte el a mai formáját. Áll egy nagyon régi épületből és egy hozzáépített klassz rendszerű épületrészből. Ez így alkotja az intézményt, de mi nagyon szeretjük, nagyon kötődünk hozzá. Én már régóta ott vagyok, és nagyon gyermekközpontú intézmény, szeretnek a gyerekek oda járni, felkészült szakmailag kiváló nevelőtestület alkotja, akik között nagyon jó a kapcsolat, segítjük egymást, mivel Marosi hegy városrészen található, azért mindenféle városrész vagy épület részekből járnak a gyerekek oda, ezért nagyon heterogén összetételű az intézmény, ezért minden diáknak biztosítanunk kell az alapokat, biztosítanunk kell, hogy képességeik szerint haladjanak, ezért a tehetséggondozástól a felzárkóztatásig nagyon széles paletta, amit kínálhatunk nekik. Mi egyébként a lehetőségeket szeretnék nekik biztosítani, ilyen komplex személyiség fejlesztő pedagógiában hiszünk, és megkínáljuk a gyerekeket mindenféle sporttal, zenével, amit csak el lehet képzelni, próbálom, hogy az intézményben jelen legyen, és a tanuláson kívül az alapképzés, a szilárd alapképzés nyújtása mellett nyilván fel kell készítenünk a továbbtanulásra a gyerekeket. Tehát nagyon sokszínű, sokrétű feladatot látunk el, és nagy örömre szolgált, amikor 2011-ben megpályáztam az igazgatói beosztást, akkor sikerült a zeneiskolát az épületbe csábítani, és a nagyon jó szolgálatot tesz, hiszen nagyon megszerették a gyerekek a zenét, és nagyon sokan tanulnak hangszeres zeneoktatás terén. Ez azért is jó, mert akkor nem kell külön eljárniuk a zeneiskolába, igen, hanem akkor nagyon ott jó. Helyben megkapják. Igen, igen, pontosan az volt a cél egyébként, hogy helyben bekapjanak mindent. Ne csak a tantárgyakra tegyük, a tanulási képesség fejlesztésére tegyük a hangsúlyt, hanem színes palettát nyújtsunk a diákoknak. És hány tanuló jár ebbe az iskolába? Azt hiszem napra pontosan 401.
illetve van még tagintézményünk, ahol 41 alsós tanuljenőben. Uh-huh. Azért az nem kevés szám. Igen. És hát a tagintézménnyel is elég jó a kapcsolatunk, úgyhogy már 2008 óta a tagintézményünk. Vörös Kereszt Bázis Iskolája. Ez mit takar? Egyrészt a pedagógiai programunk is tartalmazza, hogy az egészségnevelés terén, illetve az elsősegélynyújtás területén sokat tesz a kolléganőm a gyerekekért. Mindig próbáljuk a gyerekeket érzékenyíteni a segítségnyújtásra, véradást szervezünk a gyerekek segítségével, illetve a kolléganőm felkészíti őket elsősegélynyújtási ismeretekből. Versenyeken vesznek részt, nagyon sok éven át részesei vagyunk ezeknek a versenyeknek, illetve a nyolcadikasokat úgy szoktuk elengedni, hogy az újraélesztési ismereteket a kolléganő megtanítja velük. És ezen kívül még örökös ökoiskola, ha jól tudom, igen, és tehetségpont is. Igen, örökös ökoiskola már, nem tudom, talán 4 éve, már hosszú évek óta elkötelezettek vagyunk a környezetvédelem és a természetvédelem iránt, illetve már nagyon régóta szelektíven próbáljuk az intézményben is gyűjteni a hulladékot, a takarékoskodás, a fenntarthatóság állandó témánk, és a gyerekekkel is ezt szeretnénk megismertetni, illetve a tehetségponttal kapcsolatban igen, regisztrált tehetségpont vagyunk, szeretnénk már tovább lépni, csak még nem írták ki a pályázatot, hogy akkreditált tehetségpont legyünk, de minden területen igyekszünk felfedezni a tehetségeket, megismerni a gyerekeket, és ott támogatni őket, ahol az elégségüket felleljük, és szoktunk most már hagyomány, hogy tehetségnapot rendezünk a márciusi táncsisnapokon, és ott mindenki kipróbálhatja magát mindenféle területen, a tánctól, az énektől, akár akrobatikus tornáig, bármiben. Akkor elég széles a paletta. Igen. Ugyanúgy, ahogy a Bori Jenő általános iskolában is. Egy picit sportosabb iskola talán, de nagyon széles itt is a paletta, tényleg nagyon sok mindent csináltok ti is itt az iskolában. Picit beszéljünk arról, hogy miért jó ide járni a Boriba. Ugye ez itt a Tolnai utcában található, és hát egy egész nagy lakótelepi közösségnek a gyermekei járnak ide. Hát szerintem még most sem mindenki tudja, hogy melyik a Bori Jenő iskola, ezért kezdjük ott, hogy lenni lakótelepi általános iskola nagyszülők. 82-ben épült, és akkor az első év még úgy indult, hogy át kellett járni a Vasvári iskolába, mert nem volt kész az épület. 83-ban idén 40 éve lesz az, hogy nálunk vannak már az első osztályok. És hát ez egy kisebb történelem, mint a mellettem ülő két hölgynek az intézménye, de tulajdonképpen 40 év se kevés. Tehát azért mondom, most már nagyszülőknek mondom ezt. Aztán hosszú ideig Tolnai utcai általános iskola volt a neve, az utcáról volt elnevezve, és hát én nem tudom, meg a vezetőképzőben sok mindenre tanítottak, például az innovációban arra, hogy nevesítsünk és adjunk névadót az intézménynek, és oka van annak, hogy Bori Jenő nevét vettük föl, a családdal egyeztetve és sok minden más miatt, ugyanis járt ükönakája hozzánk Bori Jenőnek, van családi kötődés, de ennél sokkal nagyobb, ha nem járt volna is a művészeti képzésünk, hogy a képzőművészet nem csak a festészet, tulajdonképpen példamutató Bori Jenő munkássága, összefonódik ezzel a képzőművészeti képzésünk, nem ugye grafika, festészet, agyagozás, de szövés, fonás, mindenféle kézi tevékenységek. Ez talán több mindenkinek ismert, és felnőttek nálunk azért igazi művész tehetségek. Még a mai napig is megvan az a rajztanárom, aki jövőre nyugdíjba megy, és nagyon becsületesen és rendesen csinálja, és közben kialakult a Bori családra egy olyan kötődés, hogy a Borivárban több közös rendezvényünk van, kiállításunk van, rajzversenyünk van, Bori téren, Bori Jenő születésnapján mi adjuk a műsort, tehát így ezer szállal kötődünk a művészethez és a Bori családhoz is. A sportra visszatérve, annyira sportos az iskolánk, amennyiben az igazgatója és sportoló volt. Tehát azért ez a szívügyem. Mindenkinek megvan a maga szívügye, milyen volt a hobbija, vagy nekem a kosárlabda,
Dávid Kornél Akadémia az otthont lehet nálunk, tehát az minden szinten edzéseket, utánpótlás edzéseket tart délutánonként nálunk, és akkor ez ugye lenyúlik a délelőttben is, kosárpalánta programmal, kenguru bajnoksággal, egyéb mással, de nyitottak vagyunk sokféle sporttevékenységre, de nem mi vagyunk természetesen a város legismertebb sportiskolája. Talán már nem is emlegetünk ilyet a sportiskola, meg sportosztály, esetleg a Tóváros, de az mindig is az volt. Itt, amit az előbb is, a sokoldalúság. Ha mindent hagy kóstoljon meg a gyerek, hagy próbálja meg. Persze van irányultságunk. Még a második irányultságunk az az ökológia, környezetvédelem, természetvédelem, amit olyan konkrét tartalmakkal töltünk ki, mint az iskolakert, amely egy klasszikus dolog, de nagyon elhalt az utóbbi időben, és egy lakótelepi iskolában hogy lehet iskolakertet létrehozni egy pályázat révén magas ágyásokból, mint a közösségi kert a Palotavárosban, hasonló kicsit csináltunk, és nagyon-nagyon bejött. Minden osztálynak van egy nagy magas ágyása, és nagyon szeretnek benne a gyerekek tevékenykedni. Kiegészítve az összes többivel, a versenyekkel, a pályázatokkal, mindenféle madáretetéssel, ami szokott lenni ilyenekben, állatmenhelynek gyűjtéssel, sok minden. De ami most zajlik az iskolákban, ez az energiatakarékosság. Ebből is lehet profitálni a környezetvédelmel kapcsolatban, hogyha azt tudatosan azt mondjuk, hogy le kell mondanunk arról, hogy túl sok energiát használunk föl, és erre vannak alternatívák, hogy becsukom az ablakot, vagy az ajtót, időben lekapcsolom a villanyt, vagy egy kicsit úgy öltözök föl, hogy aznap ne fázzak, mert ugye ez a természetet nem legyőzni kell, hanem együtt kell vele élni. És ez egy ökológiai fogalom és probléma. Tehát nem elvadult természetvédők, nem elvadult környezetvédők, hanem konkrét dolgokra való neveléssel szeretnénk környezetvédelmet a gyerekeink felé továbbítani. Az összes többit pedig, hát azt azért nem állítom, hogy sikertörténet az iskola, mert ez az iskola olyan környezetben van, ahol több iskola van egymás mellett, és nagy a felvevő piac, nem csak a mindenki által ismert közoktatási intézményekről beszélek, hanem közben más fenntartók által működtetett iskolák és egyéb intézmények is jelentkeztek és járnak oda gyerekek a lakótelepről, ezért nekünk nyitni kellett, és mivel közel van az autóbuszállomás, vidéki gyerekek is járnak hozzánk. És inkább egy ilyen segítő megoldások iskolája irányba kezdünk haladni. Tehát van az a pedagógia, ahol a tehetségekre megvárjuk, mi kibontakozik a tehetség. Nem megmondjuk, hogy te tehetséges vagy, mert előbb-utóbb mindenki valamiben tehetséges. De azt ki kell várni. És akkor most már ugye a gyógypedagógia nagyon fejlett, nagyon korán kimutatható oldáskorban is, ha valaki diszleszkiás, diszgráfiás, őket nem kell erőltetni, hanem nekik megvannak a módszerek. És ezeket a módszereket kutatjuk, keressük, és van külön főállású gyógypedagógusunk hozzá, és a többiek is ebben az irányban képzettek, hogy megtaláljuk azokat a pontokat, ahol a gyerekek egyedi ütemben, egyéni értékrend, értékelés alapján, nyugalomban, szocializáltan fölnőnek, és a középiskola talán nem állítja majd azt rólunk, hogy semmit nem tanítottunk meg. Ez egy nagy cél lenne, mert mi is azt állítjuk az óvodáról, hogy iskolai életen jönnek fel a gyerekek. Állíthatjuk, akkor is ez lesz. Tehát keressük ezt az utat, hogy hol tudunk egy másfajta tempóval, életformával, elfogadással eredményeket elérni 14-16 éves kor végére. És hát akkor a Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola most egy kicsit más szempontból is érdekes lehet, ugye, hogy itt egy gimnáziumról is szó van, az egyik legerősebb városi gimnáziumról. És hát, hogyha jól gondolom, akkor mint tagintézmény, ugye korábban a Sziget Általános Iskola bevonódott ebbe, akkor én azt sejtem, hogy most már az iskola is talán afelé megy, hogy innen mindenki a Telekibe menjen, vagy maradott, és akkor innen talán kicsit erősebb képzettségű diákok kerülnek ki. Hát igen, ez volt a cél annak idején, de hogyha egy picit visszamegyünk, akkor valóban a Teleki a hármon közül a legrégebbi intézménye a városnak. 1876-ban alapították. Nagyon sokáig, 1963-ig csak lányok jártak az iskolába, majd 1963 után vált koedukáltá
Utána ugye több szerkezetváltás is zajlott, hiszen az intézményben hatosztályos gimnáziumok indultak 1989-ben, majd pedig a következő állomásunk, ugye ez a 2005-ös év volt, amikor, ahogy Gergő is mondta, a lakótelepi iskoláknak fogyott a létszáma, így a Sziget utcai iskolának is fogyott a létszáma. Szerencsére a Telekinek megnőtt a létszáma, nagy volt a kereslet az gimnáziumi képzés iránt, és ezért gondoltuk mi annak idején úgy, hogy akkor csinálunk egy 12 év folyamos gimnáziumot. Na most ezt részben valósítottuk csak meg, mert az általános iskolába beiskolázott gyermekeink nem minden tekintetben a gimnáziumban folytatják a munkájukat. Ugye hatodik után van lehetőségük arra, hogy a hatosztályos gimnáziumba felvételizzenek. Kezdetben még egyeneságon tudtak átmenni azok a diákok, akiknek megfelelő volt a tanulmányi eredménye. Majd... Ez mit jelent? Milyen átlagnak kell? 4,65 volt az átlag. Tehát 2/4 volt az, ami belefért ebbe az átlagba. Csak nagyon nagy volt a nyomás a szülők részéről, már fél évkor már jöttek sorba a szülőértekezletekre, fogadóórákra, hogy hát nem felelhetne a gyermekem a jobb jegyért, hogy elérje azt a tanulmányi átlagot. És akkor úgy döntöttünk, hogy adjunk egyenlő esélyt mindenkinek, és felvételizzen az, aki a gimnáziumba akar menni. De azért adtunk egy olyan lehetőséget, hogy 8. után viszont lehetősége van azoknak a diákoknak, akiknek megvan a tanulmányi eredményük, a gimnáziumban folytathatják egyenes ágon a tanulmányaikat. Uh-huh. Szerencsére ennek nagyon nagy a kereslete. A gyerekek nagyon szívesen, tudatosan válnak már nagy telekiseké a kis telekiből, és dolgoznak azért, hogy 8. után átkerülhessenek a nagy telekibe. Nem is olyan régen találkoztunk egy iskolai rendezvény kapcsán, és akkor beszélgettünk arról, hogy ugye pont egy ilyen, hogy hívtuk ezt a rendezvényt? Pályaorientációs rendezvény volt, igen, ahol akár volt diákok, mutatták be azt, hogy milyen szakmában helyezkedtek el, akár más területről érkeztek, akár egyetemekről, más egyetemekről, és akkor beszéltük pont azt, hogy hát a telekiseknek a javarésze egyetemre megy. Tehát ott igazából, nem tudom, tudunk mondani százalékot? Igen, tudunk mondani, igen, igen. Tavaly évben, tehát a 2022-es évben 100 végzett diákunkból 25-en az 5-ös Loránd Tudomány Egyetemet választották, 13-an mentek a műegyetemre, 10-en választották a Corvinust, 8-an választották a Pécsi Tudomány Egyetemet, és 8-an pedig a Semmelweis Orvostudományi Egyetemet. Na most szerencsére nagyon nagy a paletta, nagyon sok felsőoktatási intézmény van, úgyhogy a többi, tehát olyan 70% ezt a top felsőoktatási intézményeket választja, de természetesen ezen kívül is van még nagyon jó egyetem, úgyhogy a többi diákunk azokat választotta. Ha már egyébként itt tartunk, hogy itt mondjuk olyan diákok kerülnek ki, akik mondjuk jó pályán helyezkednek el, azért vannak olyan nevek itt mindegyik intézményben szerintem, akiket meg tudunk említeni. Pont ott jártam nálatok, az egyik tablón Orbán Viktort fedeztem fel, ugye tudjuk, hogy ő is Székesfehérváron tanult, de hát sokan vannak. Még tudtok mondani neveket? Hát a feleségem. Hát ha a Bori... Ezt nem tudtam kihagyni, mert igen, az Orbán Viktor azonos időszakban járt oda, voltak is személyes kötődései, de ő akkor kitüntetett, teleki plakettel kitüntetett tanára volt, és így, hogy mondtad, amit mondtál, annyira fölmerült bennem, hogy hát 6 évet én is, mint teleki szülő. Ugye igen. És most az a valaki, az most a miniszterelnökségben dolgozik. Nem azért, mert gondoltok, de hanem oda jutott, mert geográfus lett az ELTE-n, és vidék, településfejlesztés, vidékfejlesztés a szakterület, és akkor van életpálya fölfelé is. És én biztos, hogy nagyon sokat tudok. Uh-huh. Igen, a belső titkokat is hát tudod. Hát igen, akkor még a Sipos Imre volt az igazgató, ugyanis egy szép korszak volt. Igen.
de nagy kötődésem van. A tánciskhoz is biztos lenne, de nem vagyok fehérvári. De egyébként, ha megengeditek, akkor én is kapcsolódnék a Telekihez, mert a hatosztályos gimnáziumban annak idején mind a két gyermekem oda járt. Az egyik orvos lett, a másik agrármérnök, illetve biotechnológus, úgyhogy nagyon szerettek oda járni egyébként. És az intézményünkből, meg én most már 40 éve vagyok ebben az intézményben, úgyhogy már rengeteg orvos tanítványunkkal, ügyvéd tanítványunkkal, tanár kollégával, sőt, hát olyan diákunk is van, volt, aki most a kollégánk, úgyhogy büszkék vagyunk azokra, akik végül is a pedagógus pályát választották. És hogyha egy picit visszakanyarodunk a Telekire, én azért olvastam neveket, például Kubik Anna. Igen, ezt akartam pont mondani, igen. Igen. A Bőrcsökenikőt akartam igen mondani, sajnos ő már nem lehet közöttünk, de nagyszerű színművésznő volt. És hát sokat tudnánk még sorolni. Igen, igen. A Bori Jenő iskolára visszatérve, hát sajnos egy rossz emlékem, hogy ifja Bocskai Gábor is oda járt. Azért rossz emlékem, mert nekem is volt szerencsém ismerni őt, és hát ugye most azóta, hogy ő nincs közöttünk, ugye ti elneveztétek a tantermet róla. Bizony, és ez nagyon jó, hogy most megemlítjük. Egy régebbi korszak volt fiatalságom idején, de ez mindig olyan jó, hogy emlékezünk rá, és örökké emlékezni fogunk. De akkor ott volt rögtön a Palkovics Krisztián, a párja, akikkel kiváló párost alkottak a jégkorunkban. És hát az egy sportolóink közül azért nem biztos, hogy mindenki emlékszik Horváth Viktor nevére, aki Tusában világbajnok lett. A művészeink közül meg hát mondjuk nem világhírűek, tehát nem olyan, meg színművészünk sincs, meg annyira, hogy mondjam, tehát a pályafutását sem egy általános iskolából követjük, mint egy gimnáziumban. De ezek a gyerekek, ezek az élsportolók, ezek tényleg... Annak idején volt egy érdekes korszak, hogy nagyon sok öttusás járt valamiért hozzánk. És akkor sok országos bajnok volt, és akkor például a mezei futás mindig megnyerte az iskola csapat, vagy úszóversenyre jöttek az öttusások, és iskolai csapatban tudtak előre jutni. De valahogy a kosárlabdában mindig volt kosárlabda csapatunk, meg tartottunk edzéseket, olyan igazi tehetség az nem a mi iskolánkból jött, de azért van NB1-es játékos köztük, akik játszottak utána NB1-ben magasabb szinten. No, ezek szép emlékek. Egy picit most, hogy az imént mindegyőtök valamilyen szinten említette a rezsit talán, egy kicsit beszéljünk arról, hogy most milyen helyzet van nálatok. Ha úgy tetszik, tegyük fel ezt a kérdést, hogy nálatok Mizu, most jelenleg az iskolában ez a tél, ugye pont most itt vannak ezek a kemény fagyok, hogy sikerül átvészelni? Tehát ugye volt egy meghosszabbított téli szünetetek, ez okozott-e bármilyen fennakadást esetleg így az intézmény működésében, vagy teljesen jól átvészeltétek? Mi teljesen jól átvészeltük, bár azt el kell mondanom, hogy bár nagyon hálás vagyok azért, hogy a komplex energetikai felújítás megkezdődött az intézményen, illetve már félúton tart, és ez nagyon sokat jelentett az épület szigetelése, illetve az ablakcserék, tehát a nyílászárók teljes cseréje sokat lendített. Még a KLASZP épületünk ezután fog elkészülni, és most kezdik csak a szigetelését, úgyhogy ott nyilván hűsebb, hidegebb volt. Ott igyekeztünk tényleg, hogy a gyerekek semmiképpen ne fázzanak, tehát biztos, hogy volt 20-21 fok, de a másik épületünkben meg még magasabb is. Uh-huh. Úgyhogy senki nem fázott meg, remélhetőleg. Hát most már talán azt mondjuk, hogy kimehetünk belőle, hogyha most ezeken a mínuszokon átlendelünk, és jön a tavasz, akkor talán könnyebb lesz a helyzet. Nálatok is ugye lesz felújítás, ha jól tudom. Részben van is keményen november óta. A vizes blokkokat egy gyönyörű szép állapotban a felét már átadták határidőre január 15-én. A másik határidő az március 15-ig szerintem tartják az időpontot. Én magánemberként is úgy álltam ehhez, hogy az energiafogyasztásunkon valamilyen módon csökkenteni kell, és nem mindenki olyan, hogy otthon a sajátját hajlandó, a saját kényelmét feladni. Viszont ez, ami központilag zajlik, ez nem feltűnő, tehát nem kellemetlen, nem érezhető. Féltünk persze, mikor mondták a hírekben, hogy hány fok lesz az iskolában. Vannak is hőmérők a termekben, és annyiban. De ez kezelhető.
Hát az most megjött a hideg, hát persze, hogy megjött, és ez érezhető. De nem olyan, hogy fázik a kezem benne az épületben írás közben, vagy az orromból csöpögne, a minek csöpögni kell, és akkor az tényleg kellemetlen hideg. Hát, hogy mondjam. Tehát ez a szokás kérdése. Kinek mi hideg, kinek mi meleg. Fennakadást és gondot nem okoz. Nem mi fizetjük persze a számlát. De én távfűtéses iskola vagyok, eleve nincs beleszólásom, hogy milyen lesz nálunk a fűtés. De én elégedett vagyok vele. És a gyerekek egyébként jól alkalmazkodnak? Most mondjam azt, hogy nálam az nagyobb probléma, hogy ilyen hidegben miért jár pólóban egy gyerek. Igen. Mert jelenleg ez egy elterjedt dolog, hogy egy icipicit kisüt a nap, és már rövid nadrágban járnak a városban a fiatalok. Igen. Hogy próbálják megmutatni, hogy milyen kemények. És hát akkor most a kemények, akkor most legyenek kemények. Távfűtéshez kapcsolódnék, mi is távfűtéses intézmény vagyunk, ugye mind a kettő, tehát a Kisteréki a Sziget utcai tagintézményünkben óriási felújítás van a fél év folyamán, úgyhogy ott ablakcserék voltak, fűtőtest cserék, ott az első fél évben nagyon-nagyon áldatlan állapotok voltak, de mindemellett örülünk tényleg a felújításnak, és végül is mire azért megjött a hideg, azért addigra talán már a helyén voltak a radiátorok is. Szerencsére a gimnáziumi épületünkben ott megfelelő a meleg. Mértük mi is ugyanúgy, ahogy a többi iskolában a tantermeknek, folyosoknak a hőmérsékletét megfelelőnek találtuk. A gyerekek nem fáznak, úgyhogy szerencsére mi ezt így éltük meg. Ez egy hát igen régi épület, erről beszéltünk, mert korábban volt egy homlokzat felújítás, arra még emlékszem. Azóta kisebb-nagyobb felújítások, vagy esetleg bármi várható eljövőben? Hát nagyon bízunk benne. Tehát a hátsó homlokzatnak a cseréje, vagy felújítása az megtörtént, és most bíznánk abban, illetve tervek vannak annak érdekében, hogy tetőfelújítás lesz, és a tetőfelújításhoz kapcsolódóan tetőtérbővítés is. De nagyon szeretnénk, hogyha ez megvalósulhatna, hát bízunk benne, hogy a anyagi forrásokat is megteremti hozzá a város, hogy ez megvalósulhasson, mert tényleg abból a szempontból tényleg áldatlan állapotaink vannak, hogy alaksorban tanítunk, nagy olyan tantermekben, ahogy egyik teremből átmegyünk a másikba, hogyha szellőztetünk, akkor pont az utcaszinten vannak, ahonnan a autóknak a szénmonoxid tartalma bejön a tantermekbe. Tehát egészségileg ez nem a legalkalmasabb, úgyhogy örülnénk neki, hogyha hasonló, mint a Szent Imre iskola, a tetőterünket beépítenék és bővülnénk. Hát volt egy nagyon csúnya időszak itt a hátunk mögött, ugye a Covid-ra gondolok, meg hát ugye minden más, ami most még itt, aminek a levét isszuk, úgymond. De ugye a Covid időszak alatt egy kicsit megváltozott az iskoláknak a kapcsolattartása, hát elsősorban először a gyerekekkel is, ugye aztán persze a szülőkkel is, és most nem tudom nálatok, hogy van, de mondjuk az én egyik gyermekem iskolájába se szabad belépni, legalábbis egy bizonyos határig nem szabad, és ugye ez, hát látom reggelente, vagy illetve délutánonként a Sziget iskolánál rengeteg szülő áll, gondolom, hogy oda sem lehet bemenni, hogy ezek mennyire változtatták meg így a szülő-tanár kapcsolatot. Én egy picit azt érzem, hogy lehetne több jobb, vagy nem tudom. Tehát, hogy mikor zökkenhet ez vissza, mit gondoltok? Hát én azt gondolom, hogy fokozatosan. Nálunk is az ajtói kísérik a szülők a gyerekeket, illetve ott várják őket. De természetesen annak mi már nagyon örülünk, hogy jelenléti már régóta azért a fogadóra, a szülőértekezletek, és természetesen bármi megbeszélni valunk van, meghívjuk a szülőket, és természetesen bejöhetnek, leülünk velük, és megpróbáljuk közös nevezőre jutni, ha szükséges. De mindenképpen sokkal jobb a jelenléti kapcsolat, akár szülővel, akár hát azt hiszem a Covid idején az a bizonyos online tanítás, az azért jól megvolt, de nem volt olyan hatékony, nyilvánvaló. És azért minket azt hiszem meglepetésként ért először, talán mondhatom,
veletek együtt, hogy az induláskor talán egy március 16-a volt, azt hiszem, annyira emlékszem rá, amikor át kellett állni egyik persze a másikra online oktatásra, és akkor mindenki, kollégák, mindenki más platformon kezdett el tanítani, vagy csak éppen e-mailben küldte a leckét, és az egy nehéz időszak volt. És akkor már a következő ilyen elvonulás, vagy online oktatási szakasz történt, akkor viszont felkészültek voltunk. Már augusztusban készült az órarend, hogy mi szerint tanítunk akkor, ha eljön az a pont, amikor kell. A meg B verzió. Így van, és amikor valóban ott volt, hogy át kellett állni, akkor tényleg egyik napról a másikra sikerült. Egy közös felületen, közös órarenddel indulni, és így azért átvészeltük. De nem szeretném, ha visszatérne, sokkal jobb minden jelenlétiben, hiszen a személyiség sokkal jobban átjön egy közvetlen helyen, mint egy képernyőn át. És hát szükségük van a gyerekeknek szerintem arra, hogy kapcsolatot tartsunk velük. Nagy szükségük van. Nagyon rosszkor jött egyébként. Nekem például pont másodikas volt az egyik kislányom, és hát nála azért ugye laptopos, tehát teljesen órarendszerűen mentek ezek az órák, és azért azt nagyon nehéz volt, mondjuk nekem még nem annyira, mint egy elsősnek, igen, ebbe beleszokni, hogy úristen, hogy mi nem így csináltuk, és hogy nekünk volt rendesen iskola, és hogy azért két évük erre ráment, ha azt vesszük, félig meddig. Nálatok hogy volt ez a Borienő iskolában? Gondolom, hogy azért vannak ennek hasznos hozományai. Hogyne, de ezt nem merem megmondani. Mert én nagyon híve vagyok az emberséges viselkedésnek, annak, hogy átlátom, én nagy szerencsém, hogy én nekem kicsi az iskolám, és elég jól átlátom, ismerem a gyerekek nagy részét, a szülőket, a kollégáimat természetesen, és akkor szeretek beszélgetni a szülőkkel. De nagy előnye annak, ha nem járnak be a szülők az iskolába, hogy abból nincs baj. Ha bejönnek, abból előbb-utóbb lehet probléma, mert nem mindenki ugyanúgy látja a világot. És lehez te bármi jó, és bármilyen jó akaratú, amikor valaki ezt fordítva látja. És akkor nem kell leállni, magyarázkodni. Tehát ez a könnyebbik eset. Nekem nagyon sok hely van ahhoz, hogy beengedjek szülőket addig, hogy fedett helyen legyenek, és ne látszódjanak, hogy ott sorban várják a gyereküket. És akkor én, ha lemegyek, és akkor ott szívesen szóba állok velük, és akkor ott beszélhetünk. De ez a kapcsolattartás az iskolával már messze nem olyan, mint a te gyerekkorodban, vagy 10-15 évvel ezelőtt van. Ezt az online világ hozta. Itt mindenki fölgyorsult, és nem telefonál, hanem Facebookozik, osztály Facebook csoport, esetleg üzen, a Kréta Napló pedig ez tönkretette az egészet, mert most már hivatalosan is ott kell online-ban értekezni, és azt hiszi, hogy valaki, hogy ez elég. Na most az én pedagógiám, meg pedagógiai filozófiám, hogy az általános iskola az szocializál. Tehát az első 4 évben a gyerekeket tulajdonképpen megtanítjuk tanulni, iskolásnak lenni. És akkor itt van, amit mondtál, hogy jöttek a kis elsősök az online-ban az első nap, és nem lehetett volna a szülőket beengedni, hogy megnézzék, hogy hova mennek. Most már túl vagyok és elébült, hogy kinyitottunk egy oldalajtót, és én első órában beengedtem a szülőket, hogy jöjjenek be a gyerekükkel. Jó, de nagyon hálásak voltak. Szörnyű volt ez, hogy iskolába viszem először a gyerekemet, de ott a szülő nem jöhet be, mert ilyen meg olyan fertőzések, meg egyebek. Ezeket kijátszani, úgyhogy mégis mindenki jól járjon, nehéz, lehetetlen. Tehát mindenkinek van ellentmondása, amit meg nem lehet kezelni ebben a online világban, amikor mindenki mindenről kiről véleményt alkot. Ezért van ez, hogy tényleg portás van. Én ezt úgy fogalmaztam meg a mi iskolánk házirendjében, hogy bárki bejöhet, ha valamiért jön. Tehát azt mondja, hogy hozzám jön, vagy valamelyik tanárhoz meg tudja mondani, hogy mit intéz, akkor így jöjjön be, intézzel. Tehát nem elzárkoztunk a szülőktől, de csak azért, hogy bennüljön, vagy megmondja, hogy kellett volna órát tartani, azért lehet, hogy nem kell bejönni. És ez egy nagy játék. Tehát, hogy megmaradjon a jókedv, megmaradjon a tisztelet, megmaradjon a kölcsönös párbeszéd, ne kelljen senkivel összeveszni ezen. Ezért tényleg lehet, hogy az a jó megoldás, hogy portánál nem kell megmutatni, hogy miért nem.
de azért szerintem megtartottuk az online világnak a jó oldalát is, mert a szülőkkel, hogyha rendkívüli szülőértekezletet kell összehívni, akkor online módon szerintem sokkal egyszerűbb, de tantestületi szinten is, hogyha olyan megbeszélést akarunk esetleg tartani, ami rendkívüli, és esetleg úgy szeretnénk, hogy tényleg mindenki ott legyen, akkor azt online tartjuk. Viszont, ahogy Gergő és Ica is mondta, nagy mértékben hiányzik az a két év a gyerekeknek az életéből minden tekintetben. Egyrészt a kisebbek nem tanultak megtanulni. Tehát mi azt látjuk most például a 7.-8. diákjainkon, hogy az online időszakban ugye otthon voltak, és pontosan 5.-6. osztályos korukban kellett volna, hogy megtanuljanak tanulni, és ez most nagyon hiányzik, főleg úgy, hogy ugye bekerültek a gimnáziumba. Nem utolsó sorban a végzőseinknél pedig azért hiányzik, mert a diák életnek azt a két évét vették el, ami az életüknek egyik legfontosabb eseménye, hiszen a gimnáziumi éveket megélni, és a közösségi életet megélni, pont akkor kellett otthon maradniuk. Úgyhogy minden tekintetben. Hogy ez talán még így valamelyest talán a bolondballagást és mindenféle ilyen nagyobb városi rendezvényt is érintette. Igen. Úgyhogy ebből a szempontból tényleg a diákokat nagyon-nagyon megzilálta a COVID. Viszont, ha visszagondolunk, illetve belegondolunk az életünkbe és a gyerekekbe, online világban élnek továbbra is. Hát igen. A kérdés az az, hogy mit láttok, hogy ezek a gyerekek, akik ma felnőnek, milyen világban élnek, hiszen teljesen más, mint mondjuk a ti generációtok volt, vagy akár a miénk. Tehát, hogy én azt látom, hogy nehéz, mert ugye szülőként is, 10 éves gyerek szülőjeként is, hát nagyon azt mondom, nehéz. Hogy szerintem mások, mint mi voltunk. Nyilván mi is mások voltunk, mint az előttünk levők, de hogy most azért nagyon nem egyszerű a helyzet. És tényleg az, hogy online világot élnek. És nem ismerik a veszélyeit. Igen. Tehát ez a legnagyobb probléma, és nagyon örülök neki, hogy van már olyan alapítvány, aki foglalkozik a digitális világ veszélyeivel, és nálunk pont az elmúlt időszakban volt olyan foglalkozássorozat, amiben az osztályok napi 4 órában kaptak erről tájékoztatást, a pedagógusok is és a szülők is. Összehívtuk a szülőket rendkívüli szülőértekezletre, és a digitális világ veszélyeit tárta eléjük egy előadó. Úgyhogy muszáj mindezt a tevékenységet meglépnünk. Nálunk erre is van egy óriási nagy előny. Ha szabad megemlítenem feleségemet, kolléganőmet, Sándorfi Ertát, a médiatanításnak a megalkotói között van. Mikor tantárgy lett a média, ő az első években végezte, és együtt alakították több kollégájával a tantárgyat ki. Az annak idején a filmművészettel kezdett foglalkozni, ezért médiának nevezték, de aztán szépen átcsúszott a digitális világba. És az internetes zaklatásoktól kezdve az összes ilyen Facebook felhasználás és más hasonló dolog, ami a gyerekeink életét befolyásolja, ezzel foglalkozik. És hát nálunk még van médiaóra emiatt, és ugye fakultatívan, de minden évfolyamon, illetve 8. évfolyamon jut rá még egy óra, hogy ezt tudatosan csináljuk. Tényleg ott van az internetes zaklatás, konkrétan is rendőrségügy is van belőle, de szülők bevallva, bevallatlanul jönnek problémákkal. Nagyon nehezen kezelhető, nagyon nehezen megoldható, és még annyit szeretnék ezzel elmondani, hogy amikor egy 8. diák egy 5. lenéz azért, hogy egy másfajta életmódot él, mint ő, hogy annyira összecsúsztak a generációs problémák, már olyan közel vannak egymáshoz. Tehát mi tulajdonképpen már én, bocsánat, a hölgyektől, Matuzsálem korú vagyok, de még mindig képben kell lennem ezekkel a mindenében újabb és újabb dolgokkal, hogy mik lehetnek ezek. Ugye hát most már rengeteg olyan felület van, ahol a gyerekek egymás között akár órán tartják a kapcsolatot. Hogy mi a jó, hogy ott lehet a telefon nála, vagy ne legyen ott a telefon nála az oktatás alatt. És itt is mindenkinek más a véleménye. Mert a szülő el akar érni, azonnal tudjon a gyerekről mindent. A tanár szeretné, ha a gyerek az óra alatt nem a telefonjával foglalkozna, de közben abban a pillanatban a telefonjával fog foglalkozni, mint az enyém is itt van, és mikor befejeztük, biztosan meg fogom nézni, hogy közben mi történt körülöttem.
Tehát valahol itt is keresni kell a helyes utat, mint minden másban. Igen, én úgy érzem, hogy ebben a felgyorsult világban ugye minden a kapcsolatok, minden olyan gyors és felületes. És én azért féltem, attól féltem a gyerekeket, olyan sokat vannak az online térben, hogy már az offline térben a kapcsolatalakítás sem olyan lesz nekik, mint régen, mert hiszen olyan keveset vannak effektíve együtt. Az iskolában igen, szerencsére most már, de én úgy érzem, hogy minden, ami éri őket, megérinti őket, aztán futunk tovább, vagy futnak tovább. És mintha nem mélyülne el az ismeret sem, mert olyan gyorsan átfut az anyagban. Minden napos gyakorlat, mert nálunk ott lehet a telefon, visszavezettem, tehát nem harcolok tovább, ott lehet, reggel beszedtük, de már nem szedjük be. Minden napos gyakorlat, a tanár az óráján mond egy tudományos dolgot, mondjuk, hogy mikor lett vége a második világháborúnak, hogy leellenőrzik a világhálón, mert a tudás ott van a Google-ben. De hogy ezt a tudást hogyan kell értelmezni, na ez nincs ott. Ez nincs ott, meg az a tudás felületes, ami náluk van. És akkor egy pedagógus munkája ebből áll, hogy ezt fönntartsa, hogy mi az a tudás, és mi az, ahogy meg kell szerezni ezt a tudást. Inkább hát a figyelmet, én inkább a figyelmet én. Kellene, hogy tehát a ehhez figyelmet kell mondanám, a fiatalosnak ehhez kell, maradni, így van. Tehát mert igazából van nálunk tudás, szakmai tudás is van, de az állandóan fölül van bírálva, mert a világhálón ott van az igazság. Hányan laknak Magyarországon földrajztanárként? Hát nem mondanám meg most pontosan, hogy 93 ezer pontosan hányan, amit ír a tankönyv, mert nem ez a lényeg, azt meg lehet keresni. De hogy laknak valahányan meg, azt meg lehet valahol nézni, azt meg kell tanítani, hogy honnan lehet ezt megmondani. Na erre jobb talán az okostantermek, amikről beszéltünk így a műsorunk elején, és azzal nyitottam, hogy kinél van okostanterem, és ugye hát elhangzott, hogy sajnos még sehol, de ugye azt tudjuk, hogy a városnak van egy ilyen nagyszabású programja, hogy az a cél ugye, hogy mindenhova eljussanak ezek az okostantermek, sőt egy távolabbi célként az, hogy minden tanterem okos legyen, talán ilyen helyzetekben lehetne ezt valahogy igen. szabályozni. De az biztos, hogy én azt látom a saját gyerekeimből kiindulva is, hogy otthon a tanulás után elrendezik a kis kapcsolatokat a beszélgetésben, és aztán le van tudva a kapcsolat. Tehát, hogy kevesebb tényleg a személyes kontaktus talán. Hát azt hiszem felelősségünk nekünk is, pedagógusoknak, hogy megtanítsuk a gyerekeknek ezt az etikus használatát ezeknek az eszközöknek, meg ne csak tiltsuk, hanem segítsük őket az használatában. Illetve én a szülők felelősségére is azért felhívnám a figyelmet, mert ha következetes a szülő abban, hogy mennyi időt legyen az a gyerek online térben, akkor azt meg fogja szokni, és talán könnyebben kezelhető a telefonnal való kapcsolata, vagy én csak lehet, hogy ezt csak úgy gondolom, de hiszek benne, hogy ezt lehet. Lehet a szülőnek irányítani és kezelni. Lehet ebből függőség, nagyon lehet függőség. Igen. Hát konkrétan most már úgy tudom legalábbis a gyermekorvosunktól, hogy konkrét fizikai fájdalmat tud okozni, hogy van ez a kütyüzős betegség, és hogy attól konkrétan mondjuk lehet ilyen mindenféle testi. Ennek a 99% az játék. Az digitális játék, a telefon is azt csinálják, hogy valamilyen játékot letöltenek, és azt játsszák, és öten körbeállják, és nézik, hogy hányadik pályán mi volt. Egy osztályban igen. ott ülnek, és valamennyien játszanak egy játékot. Igen. No, egy picit beszéljünk még arról, a műsorunk része mindig az, hogy ki honnan jutott el odáig, ahol most van. Hát mindegyőtök esetében akkor ilyen nagyon hosszú pályafutásról beszélhetünk, nagyon hosszú éveket töltöttetek el, akár a most jelenlegi iskolátokban is. Egy picit akkor erről a 40 évről beszéljünk, hogy ez hogy jött egyáltalán ez a tanári pálya, vagy a gondolat, hogy igen. ezt a szép mesterséget. Én azt hiszem, hogy már az általános iskola első osztályában megfertőzöttem, és valószínűleg a tanítónéni hatása is volt, és én attól a perctől kezdve, ahogy elsős lettem, én mindig tanító akartam lenni, és nem is változtattam ezen, úgyhogy az kevesek közé tartozom, aki már korán tudta, hogy mi szeretne lenni, és az általános iskola után a József Attila Gimnáziumban végeztem, és akkor még felvételizni kellett a főiskolára, és a Győri Tanítóképző Főiskolán végeztem rögtön az érettség után 3 évvel, és a Táncsics Mihály Általános Iskolába helyezkedtem el, és én azóta ott vagyok. És hogy ez a 40 év hogy telt, hát először
természetesen, ja, rögtön tanító és osztályfőnökként kellett beugranom a mélyvízbe, 40-41 kisdiák közé, de nagyon szerettem tanítani, most is szeretek, és hát egy 19 évig igazgatóhelyettes voltam, és amikor az igazgatóm megkért rá, vagy megkérdezte, hogy esetleg megpályáznám az igazgatóságot, akkor kértem egy kis gondolkodási időt, és aztán igen mondtam, talán azért, mert a kihívásokat azt mindig szerettem, illetve nem is szerettem volna cserbe hagyni a nevelőtestületemet, úgyhogy így 2011 óta vezetem az intézményt. Közben a 40 év alatt többféle képzésben részesültünk, azt hiszem, ezt közösen elmondhatjuk magunkról, úgyhogy az alapdiploma mellé nyelv és beszédfejlesztő pedagógusi végzettséget szereztem. Aztán, mint hogy vezetők lehessünk, ugye a közoktatás vezetői képzést is el kellett végeznünk. Aztán én úgy tudom, hogy Anikó, te is voltál a Microsoft innovatív igazgatók képzésén. Ott is részt vettünk, akkor sok-sok olyan digitális eszközöket használó, vagy felhasználó ismeretek tanfolyamot végeztünk, hogy lépést tudjunk tartani természetesen a mai világgal, elvárásaival. Akkor haladtuk a korral, és hát nagyon sok gyerkőc felnőtt a szárnyaid alatt, vagy mondhatjuk így, hogy felnőtt, vagy kirepült. Viszont az egy nagy felelősség, hogyha valaki tanítónéni, ahogy mondtad is, mert hát vagy a jót kapja ebből, egy szép pályát, pályamodellt, vagy lehet negatívabb is. De mindegy, percig sem bántam meg semmilyen döntésemet egyáltalán. Én teljesen elégedett vagyok azzal a 40 évvel, amit végigcsináltam. Úgyhogy egyébként is talán hozzáállás kérdése, vagy belső motiváció, vagy hívjuk ezt hivatástudatnak. És ha az ember ez élteti, akkor azt gondolom, hogy szívesen csinál ilyen feladatokat. Hogy kell a pályához alázat. A gyermekek szeretete. És a gyermekek szeretete, ami a legfontosabb. Igen. Hát Gergő bácsi már fiatal volt, amikor én nem tudom, talán alsós voltam, amikor oda került, én erre emlékszem nagyon pontosan, Zoli bácsival együtt. Ő később jött? No, hát nekem ilyen gyerekkori emléke ez, de azt tudom, hogy mi csodáltuk ezeket a fiatal testnevelő tanárokat, hogy de jó, hogy fiatalok és lendületesek, és kedvesek, aranyosak voltak velünk. De jó lenne, ha most is lennénk. Igen, a kollégám, a Garamvölgyi Zoltán, ő egy évvel alattam járt a gimnáziumban, Nyíregyházán, és ő is ide került Fehérvárra. Tehát ez egy érdekes dolog, és az iskola csapatában Nyíregyházán együtt kosárlabdáztunk. És ez egy baráti viszony volt egyébként? Hát aránylag igen, tehát azért annyira nem voltunk szoros barátok, de ismertük egymást, és hát kosárlabdáztunk együtt egy csapatban, pedig barátságban. De tehát nem tudom, milyen mélyen menjek bele én az én életutamba, de az életutat azt mindig, meg a szerencse is, a döntéseket a szerencse is viszi előre. Én világéletemben erdészvadászt szerettem volna lenni, mikor megszülettem, és kis kedves kis általános iskolai gyerek, de aztán jött a sport, és akkor jött a gimnázium, ott a gimnáziumi szinten nagyon sikeres kosárlabdázó voltam, és ott volt főiskola Nyíregyházán tanárképző, és akkor az volt a legkönnyebb, hogy ott vinni tovább a sportpályafutásomat, és akkor oda bekerülni. Aránylag könnyen, mert a tanulás is jól ment, de nem gondolkodtam akkor azon, hogy én mégis erdésznek vadász szerettem volna lenni. Világértelemben már nem bánom, mert ez hobbi szinten maradt meg, és nem ez a munkám. De én úgy érzem, hogy még nagyon sok minden mást is tudtam volna csinálni, megszerettem volna, mint ahogy ezt is megszerettem, és ugye a főiskola után, amikor végeztem, 87-ben ide kerültem rögtön Székesfehérvárra, ideigazoltam az Alba Légi Építők sportklubhoz. Hát nem mondom, hogy profi sportolónk, mert akkor még nem volt ez a fogalom, de sportállásom volt az Arévben, a vállalatnál, 2 hónapig, amikor az edzőm, hát illetve megkeresett a volt kollégám Bogár Pál, hogy hallotta, hogy van itt egy végzett testnevelő tanár,
Igen, és akkor éppen nincsen testőd, mert akkor még nagy, hát most is nagy hiány van, de akkor mondjuk, akkor nagy dolog volt bekerülni egy iskolába. Igen. És nekem nagy dilemma Igen. volt, hogy most fönntartsam ezt a mondva csinált sportállásomat, vagy a tanult szakmámba elmenjek, és ez egy jó döntés volt, hogy eljöttem. És én akkor úgy jártam edzésre, hogy 10-ig edzés, utána állt az iskolába, és ott letajtottam az óráimat, délután vissza edzésre. Ezt 3 évig bírtam, utána abba hagytam aránylag korán, de nem szakadtam el a kosárlabdától, edzősködtem. Nagyon büszke vagyok a Kodrányi Főiskolának az éveire, amikor szinte felnőttekkel foglalkozhattam. Hát most meg a legkisebbekkel, de azt is nagyon szeretem. És mindig így próbáltam ezt a tanári pályát kicsit mássá tenni, hogy mindig volt valami mellékfoglalkozásom, amivel még ezen kívül foglalkozom, hogy abban is legyenek sikereim. Mert ahol én tanítok most, az valamikor volt elitiskola a városban, tele van a falamok levelekkel, és aztán volt egy rossz korszaka, most pedig van egy olyan korszaka, ami még nem dőlt el, hogy milyen. Én szerintem nagyon jó, mert én nagyon szeretem, mert nagyon nyugodt, nagyon csendes, de nagyon sok termünk van, nagyon sok helyünk van, ebből kifolyólag is rengeteg mindennel tudok pluszban szolgálni, amit esetleg mások azért nem, mert nekik nincs már hova innoválni a gyerekeket, de nekem még van okos tantermem is. Mert ugye arról nem beszéltünk, hogy közben kaptunk mi olyan paneleket, mint a óriási tévé, amin ugyanúgy lehet dolgozni, vagy a digitális táblák még régebben. A pedagógusok rengeteg laptopot kaptak, tabletet kaptunk töltőszekrénnyel, egyebekkel, hogy a digitális fejlesztés az folyamatos, nem csak városi szinten, hanem az egész közoktatásban is elkerülhetetlen. No, tehát én élsportolóból aztán sokáig MB2-ben azért játszottam, sportoltam mellette, de éltem a kis testnevelőtanár életemet, imádtam síelni, kétszeres síoktató is vagyok, sorolhatnám az összes hobbimat, amiből még mindig maradt meg, de nekem is eljött az a korszak, amikor hát én maradtam szinte csak az elment nyugdíjba egy korosztály. Uh-huh. Itt nagyon sokan egyszerre kezdtünk, amíg emlékszel rá. Igen. És azok szépen úgy elkoptak mellőlem, a Pali bácsi is tavaly nyugdíjba ment, pedig ők milyen fiatalok voltunk akkor együtt. És akkor fölmerült nálam is ez, hogy hát miért ne pályáznám meg? Hát hogy ne. És hát most igazgató vagyok, ez egy egész más munka, mint tanítani. Ma is volt földrajzórám, és imádom. Teljesítemés órám is volt, és nagyon szeretem. De a felnőttekkel is szeretek. Együtt, mert az egy nagy felelősség, és az egy jó érzés, amikor az ember úgy egybe tartja, meg rendbe tartja, meg visszajelzéseket kap róla a dolgokat. Uh-huh. És még jó sok van vissza, és reméljük, szeretném, ha még jövőm is lenne ezen a pályán. És milyen tervek vannak egyébként? Vannak valami komolyabb tervek itt az iskola életében? Hát ezek titkok. Ugye jönnek szülők óvodás foglalkozás, és akkor kérdezi tőlem, hogy kiscsoportos osztály? Hát nem lehetséges, mert a törvény jelenleg nem ad erre lehetőséget, hogy kiscsoportos osztályokat indítsunk, mert az 32 főig föl kell tölteni. És akkor mindenki azt hiszi, hogy a gyereke majd könnyebb lesz, mert egy olyan iskolába járó kisebb létszámúba járhat. És hát nem ez a tendencia, hanem minél kevesebb tanár kell a nagyobb, több gyerekes osztályokhoz. Ez nálunk könnyebben megoldható, mert nekem legalább termem van, ahova szét tudom mondani a nagy osztályt, ami meg is történik. Tanár is valamennyire van hozzá, önkéntes alapon például, hajlandó kollégák ezzel foglalkozni. De jelenleg, amit a törvény előír, azzal nem nagyon tudunk mit kezdeni. Tehát ígérhetünk bármit, és a szülő dönt. Tehát a mi jó korszakunk addig volt, amíg a körzetes beiskolázás volt, Tolnai utca, Szigetiskola, Sziget utca, ez nekünk közös Igen. területünk, de Igen. rengetegen laktak ott, nem fért el a két Igen. iskolában sem. Majd egyszer csak valami ki, aki ott lakott a környéken, elkezdett dönteni arról, hogy melyik a jobb. Ez nagyon nagy baj. Én szerintem oda kell járni, ahol lakik az ember. Logisztikailag, amit a szülő meg tud oldani, ahol a munkahelyére utazik, akkor ne okozza neki plusz problémát, plusz időt. És hát aztán mindenkiből utána később meg majd lesz valami, amikor specializálódik és tovább tanul, akkor megy mindenhová. De most ez egy kivárási folyamat, ha így lesz, így lesz, ha nem így lesz, nem így lesz, akkor is valami lesz. Anikó, hát itt is egy hosszú Igen. tanári pályafutás van a háttérben. Igen, hát először is a Telekihez kötődik a gimnáziumi éveim
is, hiszen a Telekében végeztem, úgyhogy egy keretbe foglalhatjuk tulajdonképpen az életutat. Ahogy Isza is mondta, én is tanítónéni vagyok alapból, tehát én is a gimnáziumban, illetve még az általános iskolai tanáraimnak a hatására választottam a pedagógus pályát, amit szintén nem bántam meg. Majd a tanítói végzettségem után 10 évre rá elvégeztem a földrajztanári szakot is, tehát a Gergővel kapcsolódva, ugye ő is földrajztanár, én is földrajzot is nagyon szívesen tanítok, majd pedig felnőtt fejjel elvégeztem a Soproni Egyetem pedagógia szakát, és tulajdonképpen a közoktatásnak az egész palettáját tulajdonképpen átlátom, hiszen az iskolába lépéstől egészen a felnőtt oktatásig tudomásom van róla, hogy honnan és hova kell, hogy eljussanak. És ez nagyon jó, tehát itt most a gimnáziumban is látom azt, hogy a belépő általános iskolai diákokból hogyan és milyen életútjuk lesz, és hova vezetnek. Úgyhogy a vezetői munka az valahogy mindig valahogy megtalált. 1999 óta vagyok vezető. A Sziget utca intézményben voltam igazgató, majd tagintézmény vezető, és hát ez az 5. éve, hogy a Telekiben vagyok intézményvezető. Itt további célok vannak? Hát a további célok, hát az embernek a kora meghatározó végül is. Úgyhogy amikor majd a pályázatomnak vége, akkor elgondolkozom rajta, hogy a nyugalmas időszakot választom-e, vagy esetleg még lesz olyan elfoglaltság, amit szívesen végeznék, akár az iskolába, vagy iskolán kívül. Mert egyébként része az életemnek a tehetséggondozás, a Fejér megyei Tehetségsegítő Tanácsnak vagyok az elnöke, ez az óvodától a felsőoktatásig foglalja magába azokat az intézményeket, akik mindennek, tehát akik kérik a segítséget, és szeretnék eljutatni az intézményüket az akkreditációtól a minősítésig, tehát akár akkreditált vagy kiváló tehetségpont kapcsán, és ezt a tevékenységet koordinálom az óvodától a felsőoktatásig. Kicsit már közeleg a műsorunk vége, de azt szeretném mindenképpen, ha elmondanánk, hogy ugye most van az az időszak, amikor az óvodából majd kikerülnek a gyerkőcök, és elkezdődnek ezek az iskolanyitogató foglalkozások. Ugye ez nagyon nagy haszon szerintem a szülőknek, hiszen én nem tudom, hogy annak idején volt-e ilyen, hogy... Ja nem volt, hát megbeszéltük, mert körzetes iskolák voltak. Tehát, hogy azért biztos örültek volna a szüleim, ha elmehetnek a Bori Jenő általános iskolába körülnézni, és biztos, hogy akkor is azt választották volna, de hogy ugye mindenhol most ez az időszak van, ahol egy kicsit betekinthetnek az intézmény működésébe. Egy picit mondjuk el akkor, hogy melyik intézmény hol tart most ebben, és hogy milyen időpontok vannak még. Januárban kezdtük el, úgy hívjuk ezt a mi kis iskola ismertető vagy iskola nyitogató foglalkozásunkat, hogy Manó Klub, vagy Manó tanoda, attól függ, melyiképpen tanítónénik, hogy döntenek velem együtt, és havonta, most az idén csak 3 alkalommal terveztük, januárban, februárban és márciusban, és ilyenkor egy csütörtöki napon 5 órára várjuk a gyerekeket és a szüleiket, és így betekintést adhatunk az iskola életéről, én ezt úgy szoktam, hogy én a szülőket behívom egy tanterembe, és megismertetem az intézmény programját, és a tanítónénik pedig, a leendő első osztályos tanítónénik, azok pedig elveszik a gyerekeket mondjuk több csoportba, és foglalkozást tartanak nekik, és ezáltal a gyerekek megismerhetik a tanítónéniket is, aztán jól érzik magukat, a társakkal együtt kis foglalkozáson részt vehetnek, illetve sok gyerek szokott jönni a Maros-hegyi óvodából, ott abból a gyerekek egyébként is ismerik egymást, és jól érzik magukat,
és beszoktak mutatkozni a tanítónénik is egy-egy ilyen monoklub alkalmából. És így megismerhetik a szülők is, hogy is fog kinézni az a 4 év, amit az adott tanítópárossal töltenének a gyerekek. Burienőben is volt már idén? Persze, már ez egy olyan dolog, hogy ez... Mi is próbáltuk, hogy minél többet, minél kevesebbet, de ilyenkor már a 3. foglalkozás következik ebben a hónapban. Nem tudom, én annak idején a Telekit néztem, hogy mit csinál ő, és én arra jöttem rá, hogy a honlaphoz sokkal többet ér ennél, ha már beszéltünk a digitális világról, de lehetetlen az, hogy ne issuk ki az iskolát, és ne lehessen megnézni bennünket. És akkor mi is ebben a hónapban például a farsanghoz kötődő játszóházat fogunk csinálni, ahol áthívjuk az óvodásokat, szülőket meghívjuk, és akkor ezáltal megnézik a tanítónéniket, és ez egy játékosabb foglalkozás volt, de tartottunk már a Meissner programról előadást azoknak, akik érdeklődnek ez iránt. Hogy mondjam, tehát az is egy olyan dolog ez a Meissner program, hogy nincs új a nap alatt, valamikor ti is tanultatok írni, olvasni, azóta rengeteg mindent meginnováltak, és akkor végig is rájöttek, hogy volt egy módszer, amivel szótagolva olvasva másképpen sokkal jobban megtanulhatnak gyerekek olvasni, illetve lehet föltárni bizonyos diszlexia hibákat és egyebeket, és azt is lehet kezelni. Tehát ez a program be fog indulni nálunk az idén, hát illetve a fejlesztőpedagógunkról külön szoktam, és akkor vannak még az irányultságaink majd a következő hónapban, a művészet és az ökológia, illetve a digitális kultúra, ahhoz szintén már az óvisoknak is szervezünk bemutató foglalkozást. Aztán lehet válogatni belőle, de hát ilyenkor mit mondjam, a legfontosabb a tanítónő személyisége. Sokan mondják ezt, hogy tanítónőt választanak. Ezzel megint, ha most élőadásban menne, akkor kivágatnám, hogyan választanak tanítónőt, mikor annyian vannak jövőre, akik vagy nyugdíjba mennek, vagy munkahelyet váltanak. Ez nagyon kellemetlen, mert megtörtént már velem is. Tehát innen üzenem a tanítónőknek, hogy de jó lenne, ha úgy tudnak indulni, hogy az jövőre biztosan ott marad évelején, akkor igaza lenne a szülőknek. De egyébként van az a korosztály, ami mögötte van már a rutin meg az élet, de még mindig fiatalos és kedves. Én ennél jobbat nem tudok elképzelni, mint tanítónőt. De nagyon tisztelem az idős kollégákat is, főleg akik nyugdíj mellett visszatanítanak, nagyon sok mindent lehet tőlük tudni, és hát a fiatalok azok pedig nélkülözhetetlenek lennének erről a pályáról, hogy mutassanak egy más hozzáállást, egy más irányt. Láttam már valahol 20 éves pedagógust, ugye én is, azt nem tudom, hogy mondtam, hogy ahogy végeztem abban az évben, 24 évesen elkezdtem tanítani. És azóta is ugyanott, ugyanabban az iskolában, ugyanaz szinte, csak mindig más módszerekkel is megújulva tanítom. Le a kalappal ezért egyébként mindegyötöknek. A körzetes témához visszatérve, ugye akkor, amikor mi a gimnáziummal egyesültünk, akkor ugye mi kikerültünk a körzetes listából. És tulajdonképpen azt mondtuk az előbb, hogy jó az, hogy abba az iskolába járjon a gyerek, ahol a körzete van. Oké, nekünk nem volt körzetünk, tehát nekünk meg kellett küzdeni azért, hogy hozzánk jöjjenek a gyerekek. És akkor kitaláltuk a Blankaland névre hallgató iskola csalogató, vagy iskola hívogató foglalkozást, aminek az volt a célja, hogy a gyerekek bejöjjenek az iskolába, és egy kaland formájában, tehát szó szerint kalandozzanak az iskolába, járják körül az épületet, a tornateremtől a tantermekig, és minden tanteremben más-más lehetőségük volt arra, hogy betekinthessenek egy picit az iskola világába. Úgyhogy azóta is ezt a Blankaland foglalkozást tartjuk. Kétszer jönnek a diákok, vagyis az óvodások, leendő iskolások Blankaland foglalkozásra, és minden évben más-más témája van egyébként ezeknek a kalandoknak. Az idén azt hiszem, hogy az űrhajózás a témája, akkor a tanítónéninek a kreativitásától függ, hogy mi mindent fog ebbe beletenni. És közben a szülőknek is volt szülői fórum, ott bemutattuk mi is a tanítónéniket, elmondtuk a módszereket, úgyhogy azt gondolom, hogy aki tájékozódni akar, a város iskoláiból szerintem minden iskolában talál ilyen lehetőséget. A műsorunk előtt beszéltük, hogy
adtam egy ilyen feladatot, hogy tudtok-e olyan vicces sztorit tényleg nagyon röviden mondani, ami nagyon jellegzetes és nagyon emlékezetes így a pályafutásotok során, de lehet, hogy addig, amíg gondolkodtok, én még elmesélnék egyet, mert nekem ez egy nagyon kirívó dolog, így visszagondolva, mert akkor egyáltalán nem volt az, hogy nekem az Oli bácsi volt a nagyon nagy kedvenc tanárom, és ő egyszer beállt velünk Pacze király katonát játszani. És ez nekem annyira kedves volt, hogy ő mint egy komoly testnevelő tanár, bár fiatal volt, de hát azért nagyon komolyan vettük, és nagyon felnéztünk rá, és beállt velünk játszani, és hogy ez tényleg ma már látunk diákokat ilyet játszani az udvaron? Hát, nem tudom. Nagyon. No, van-e valami sztori, amire emlékeztek, és akár egy szívet melengető, vagy jellegzetes, vagy emlékezetes dolog volt? Vagy talán mindaz? Hát igen, nagyon nehéz szerintem választani, úgyhogy ahogy mondtuk is az elején, nehéz feladatot adtál nekünk. Igazgatóként meg egyébként is van körülötted egy olyan aura, ahová nem biztos, hogy úgy nyilvánul meg egy gyerek, mint annak idején Zoli bácsi. Egyébként a kulcsomójára emlékszel? Volt egy ekkora kulcsomója, igaz? Igen. Mert akkor mindenhez volt kulcsunk, és olyan aját álltunk. De szóval én néha szeretem levetni ezt az igazgató bácsimázat, és akkor most, hogy a Szárazit is kell nálunk a vendégségben, ez egy annyira édes történet volt, mai történet, hogy lementem az ő vezetőkkel beszélgetni, és közben a negyedikes gyerekek kijöttek a teremből. És odaálltak mellém, és elkezdtek nekem viccet mesélni. És úgy közvetlenül, mintha már régen ismernénk egymást, és hát ugye nem szabad őket megszavítani, mert egy negyedikes gyereknek, ugye neki az vicces, nekem nem, de nagyon aranyos volt, hogy végig mesélte, és nem hagyta abba, és érthetően, szépen, értelmesen mesélt egy viccet. Kívánta, hogy egy férfivel találkozzon szemem, egyébként a pálya elnőesi lett, lehet, hogy ezt gondolom, meg azt mutatta meg, hogy a nagypapája hogy szokta a kezét megfogni így össze. És akkor megnéztem, és kipróbáltuk, és így elbeszélgettünk. Ezek, emiatt érdemes egyébként ezt a pályát csinálni. Ezek adják a lelki erőt, amikor így viszonyulnak hozzánk gyerekek. Nekem egy mondat jutott eszembe most, semmi más. Az egyik második osztályban elég elevenek a gyerekek, és nagyon szeretnek beszélni. És kértem őket, hogy most figyeljenek nagyon, szeretném a szemüket látni, és az egyik kisfiú jelentkezett, és azt mondta nekem, hogy minden idegszáladmal rád fogok figyelni. És ez olyan aranyos volt. Hát igen, azt hiszem, hogy ilyen aranyköpéseket lehetne gyerekekkel gyűjteni. No, hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Én azt hiszem, hogy tényleg nagyon szép pályát választottatok, és sok sikert kívánok még a jövőben ehhez. A szülőknek pedig, akik most éppen választás előtt állnak, fel van adva a lecke, azt gondolom. Igen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. Ez volt a Nálatok Mizu. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.